Köszöntelek benneteket! A következő egy-két nap során még tovább fokozódik a hőség, illetve a szaharai por koncentrációja is egyre jobban megemelkedik majd. Ezt elsősorban úgy tapasztalhatjuk, észlelhetjük, hogy a fátyolfelhők mellett a légkörben lévő szaharai por is szűri majd a napsütést, illetve a felszín közelében is megnövekedhet a szállópor koncentrációja. Aztán a szombaton érkező hidegfront az véget vet a kánikulának, illetve a szaharai port is kimossa majd a légkörből, éppen emiatt saras eső is várható. Ha megnézzük a mögöttem látható műholdképet, akkor bizony látszódik, hogy már jelenleg is igen magas a szaharai por koncentrációja a légkörben, a felkelő nap sugarai gyönyörű szépen megfestik a levegőben lévő szaharai port. A következő időszakban arra számíthatunk, hogy délies áramlással a szaharai por, illetve a még melegebb levegő az fölénk helyeződik egészen szombatig, amikor is megérkezik északnyugat felől a már említett front, amely mögött egyre nagyobb területen mérséklődik, illetve megszűnik a hőség, felfrissül a levegő. Az ezt követő időszakban pedig nagyrészt meleg, füllett időre számíthatunk, a csúcsértékek viszont azért általában 30 fok közelében maradnak. Az előttünk álló éjszakai órákban főként fátyolfelhők lesznek felettünk, amelyek időszakosan megvastagodhatnak. A szél az pedig többnyire mérsékelt marad. A minimum értékek a ma hajnalihoz hasonlóan általában 17 és 21 fok között alakulnak. Aztán holnap napközben fátyolfelhők, illetve a már fölöttünk lévő még magasabb koncentrációval fölöttünk lévő szaharai por is szűri a napsütést. Gomoly felhők azok néhány helyen képződhetnek, csapadékra viszont nem kell számítani. A keleti-délkeleti szél az lengedezhet, a csúcsértékek pedig mindenütt meghaladják a 30 fokot, sőt, ahogy láthatjátok is, főként a déli, illetve a délkeleti országrészben nagyobb területen mérhetünk majd 35-36 fok fölötti maximum értéket is. Éppen emiatt a napi középhőmérséklet is igen magasan alakul, egyes helyeken akár a 29 fokot is meghaladhatjuk. Aztán, ha megnézzük a szombatra vonatkozó középhőmérséklet előrejelzést, látható, hogy a front mögött azért egyre nagyobb területen mérséklődik, illetve megszűnik a hőség. A délkeleti országrészben viszont majd elsősorban vasárnap számíthatunk kicsit alacsonyabb értékekre, de a napi középhőmérséklet még ekkor is meghaladhatja egyes részeken a 25 fokot. A szombaton érkező hideg front az felfrissülést hoz, emellett viszont csapadékra is lehet számítani, elszórt jelleggel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyek egyes részeken saras esőt is okozhatnak. Aztán az ezt követő napokban nagyrészt 30 fok körüli maximumokra számíthatunk, illetve elszórt jelleggel még továbbra is előfordulhat csapadék, tehát meleg és füllett időben lesz részünk. Én ezzel pedig most szeretném is megköszönni a figyelmeteket. Ne feledkezzetek meg róla, hogy most szombaton lesz a múzeumok éjszakája, ahol szeretettel várunk benneteket. További szép napot, szép hetet kívánok mindenkinek, sziasztok!